Köszöntöm nézőinket, ez a Pápavárosi Televízió híradója szerdán. Húsvét előtt újra nagy tömegekre lehet számítani az üzletközpontok belvárosi boltok környékén. A pápai rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít ezekre a területekre a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében. Ám fontos tudni, hogy saját értékeik biztonságáért most is az állampolgárok tehetnek a legtöbbet, figyelmeztetett a pápai rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója. Már most megkezdődött a húsvéti nagybevásárlás időszaka, ami sok veszélyt jelenthet. A parkolás során a gépjárművet minden esetben zárjuk be. A bevásárlások alkalmával figyelnünk kell az értéktárgyainkat. Egyrészt, hogyha bemegyünk, akkor ne hagyjuk őrizetlenül bevásárlókocsiknál, illetve figyeljünk arra, hogy a táskánk zárt legyen, zárt helyen tartsuk, lehetőleg az oldalunkon. Súlyos hiba a bevásárlókocsiba rakni a pénztárcát, iratokat tartalmazó kézitáskát, hiszen egy másodperc alatt is kivehetik azt a kocsiból. Csak annyi készpénzt vigyünk magunkkal, amelyre szükségünk van, illetve ha nem rendelkezünk táskával vagy pénztárcával, akkor pedig ne a hátsó zsebünkre tegyük be az értékeinket, hanem próbáljuk meg a közvetlen őrizetünkben, adott esetben a kezünk közelében tartani. Felhívnám arra is a figyelmet, hogy a PIN kódot soha nem tartjuk ott a bankkártya mellett, mert hogy ezzel tulajdonképpen felhatalmazást adunk az elkövetőnek arra, hogy hozzáférhessen a bankszámlánkhoz. Az internetes vásárlás egyre népszerűbb a pápaiak körében is. Sokan húsvétra is az online üzletekben vásárolnak be. Az online vásárlások ugyanakkor nagyon sok veszélyt jelenthetnek, ha nem biztonságos helyről, nem kellő óvatossággal vásárolunk. Az online elkövetők mindig arra törekszenek, hogy megszerezzék az internetbanki felhasználó nevünket, jelszavunkat, vagy a kettős biztonsági kódunkat, vagy valamilyen módszerre rávegyenek minket arra, hogy egy linket letöltsünk. Minden esetben tudni kell, hogy ezek olyan oldalakra irányítanak minket, amelyek a megtévesztésig hasonlítanak az eredeti, akár adott esetben banki fiókunk oldalára. Azonban ezek nem adategyeztetés céljából születnek, hanem azért az elkövető hozzájusson ezekhez az adatokhoz. Használjunk klónkártyákat, amelyek arra jók, hogy egy adott összeggel fel tudjuk tölteni ezt a kártyát, és hogyha hozzáférnének az adatainkhoz, akkor erről a kártyáról azt a meghatározott összeget tudja csak leemelni az elkövető. Továbbá nem kattintunk semmilyen linkre, nem adunk meg semmilyen felhasználóvet, jelszavat, illetve bármilyen személyes adatot. Kisné Jakab Viola is megkezdte már a húsvéti nagybevásárlást, mint mondta, ismeri a biztonsági szabályokat és be is tartja őket. Az értékeinket őrizni kell, már eléggé zsúfoltak a bevásárlóközpontok, nagyon sok az autó, és soha nem lehet tudni, hogy kire mikor csapnak le. Hát általában azért biztonságos helyen kártyával szoktam vásárolni, biztonságos helyen tartom, hát a kerékpárt azt általában lelakatolom, kocsival meg, ha ritkábban járok, akkor meg hát figyelmesebb vagyok. A pápai rendőrkapitányság az ünnep előtti időszakban fokozott jelenlétet biztosít a forgalmasabb helyeken, de mindenkit a biztonsági szabályok betartására kér. Az utolsó métereken rakják le a burkolóköveket a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Munkatársai a Borsos-Győri Nyárfa utcában. A tervek szerint a héten végeznek a 400 méter hosszú utca páros oldali járdájának felújításával. Ezen a szakaszon nem csak a meglévő járófelület újjáépítése a feladata az építőipari csoportnak, hanem a járda kiszélesítése is, hiszen eddig csak két lapnyi, azaz 80 cm szélességű felület állt a gyalogosok rendelkezésére, mostantól azonban szabványos méretű lesz. A kivitelezők a beavatkozási terület határán a zöld felületet is helyreállítják, így rendezett területet hagynak maguk után. A Borsos-Győri járda felújítás egyébként február elején kezdődött meg a Kökény, majd a Nyárfa utcában, de már ismert a soron következő utca is. A VFT építőipari csoportja a Laki utca páratlan oldali járó felületét építi újjá a következő hónapokban. Szakmai műhelyre várták kedden délelőtt a Győr-Moson, Sopron és Veszprém vármegyei szenvedélybetegek ellátásával foglalkozó intézmények munkatársait. A PSC Acsádi Ignác Technikum és Szakképzőiskolában megrendezett program házigazdája a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió új esélyközpontja volt. A szenvedélybetegeket ellátó intézmények keddi szakmai műhelyére Győr-Moson, Sopron és Veszprém vármegyei szakembereket vártak. Tóth Kanalovics Dórától, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió regionális vezetőjétől megtudtuk.
A programot a területi szakmatámogatási rendszerrel közösen szervezték. Azt gondolom, hogy manapság egyre többen küzdenek szenvedélybetegséggel. Az intézményeink is 110 fő ellátására kapnak engedélyt, és ez a 110 fő is sokszor kevés ahhoz, hogy az összes problémával küzdőnek segítségükre legyünk. Ez az együtt gondolkodás segíti a közös munkát. Ha valaki egy iskolában találkozik szenvedélybeteg fiatallal, akkor ő is hozzánk tud fordulni, és más intézmények is fel tudják a kapcsolatot venni velünk. A rendezvényen előadást tartott dr. Rónai Balázs pszichiáter, a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház pszichiátriai centrumának vezető főorvosa, és Latorcai Gergely, az Alkohol Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye addiktológiai konzultánsa. A Magyar Közút Nonprofit ZRT-nél véget ért a téli üzemmód. Ezt jelzi az is, hogy az útüzemeltető cég munkatársai már bontják a mobil hóvédműveket az utak mellől. A pápai közutasok 390 kilométernyi országos úthálózatot kezelnek, a legkritikusabb 5,5 kilométerre telepítettek novemberben hófogókat, melyeket a napokban szednek be. Az idei télen egyébként nem sok dolga volt a hóátfúvások megelőzését célzó eszközöknek, hiszen bár decemberben és januárban többször is hullott téli csapadék, azok néhány napos havas időt jelentettek csak. A Magyar Közút pápai mérnöksége munkatársainak viszonylag kevésszer kellett hóekézniük ezen a télen, ám annál több dolguk volt a síkosságmentesítéssel, az ónos eső elleni védekezéssel. Az utak lefagyását alásózással előzték meg, de sokszor naponta kétszer is végig kellett sózni egyes útszakaszokat. A téli üzemmód március 15-én véget ért a Magyar Közútnál, következhetnek az útjavítási és növényzetgondozási munkák. Sikeresen lezajlott a Vajda Márta óvoda, általános iskola, szakiskola és készségfejlesztő iskola egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény iskolai nyílt napja. Az intézmény most tevékenységének egy másik területére, az utazó gyógypedagógusok munkájába kínál betekintési lehetőséget. A Vajda Márta iskola utazó gyógypedagógusainak munkájával ismerkedhetnek meg a napokban az érdeklődők. Erki Alexandra főigazgató helyettestől megtudtuk, most első alkalommal lesz lehetőség bepillantani ezekbe a foglalkozásokba. Lehet, hogy sokan nem is tudják, de a gyógypedagógusaink nem csak itt az intézményen belül dolgoznak, hanem 2013 óta ellátjuk az utazó gyógypedagógiai hálózatot is, ami azt jelenti, hogy az ellátási körzetünkbe tartozó általános és középiskolákban a sajátos nevelésű igényű gyermekeket ellátjuk fejlesztő foglalkozások keretében. És úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy ezt is lássák az ott dolgozó pedagógusok, illetve az ellátásban részesülő gyermekek szülei, hogy mégis milyen munka folyik egy ilyen fejlesztő foglalkozáson. Pápán és a környékbeli általános iskolákban március 25-én és 26-án lesz lehetőség a fejlesztő foglalkozások megtekintésére. A részletekről az iskola honlapján és Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Mészáros Péter, a REFI fizika tanára összegyűjtötte érdeklődő diákjait, és közösen szabad szemmel követték tegnap este a felettünk elhaladó űrállomást. A diákok elmondták, hogy érdekes volt megfigyelni ezt a jelenséget, szerintük sokkal jobbak a tapasztalatra épülő alkalmak. A csillagászati ismereteket a fizika tantárgyon belül viszonylag alacsony óraszámban tanulják a diákok, éppen ezért fontosak a plusz ismeretek, mondta Mészáros Péter. Mészáros Péter, a Református Gimnázium fizika tanára igyekszik a tanóráit minél követhetőbbé és érdekesebbé tenni, s vallja, hogy időről időre el kell hagyni a krétaporszagú tantermeket. A lendületes, jó humorral megáldott pedagógus tegnap összegyűjtötte érdeklődő diákjait, s kevéssel 8 óra előtt szabad szemmel követték az elhaladó űrállomást. Hogyha megkérdezik a fiatalok, vagy bárki, hogy hát van-e értelmes élet a Földön kívül, akkor mindig mondom, hogy természetesen van. És tényleg van? Hát persze, hát a nemzetközi űrállomásnak például az a 7 űrhajósa, aki most itt elrepült fölöttünk. Március közepétől esténként meg lehet figyelni a majdnem az egész égbolton keresztül vonuló nemzetközi űrállomást, mely a Vénusz fényességével vetekszik.
bő 400 kilométerrel a fejünk fölött repültek el, kb. 28 ezer kilométer per órás sebességgel. Ez azt jelenti, hogy az az 5-6 perc, amíg itt láttuk őket és integettünk nekik, az alatt az Atlanti-óceántól csak nem az Urálig repültek, és végig tudtuk őket követni. Természetesen nem azért láthattuk őket, mert hogy égve felejtették az olvasólámpát lefekvés előtt, hanem a napfénye csillant meg az űrállomáson, és ez teszi lehetővé az összes ilyen mesterséges égitesnek a láthatóságát. Március 19-én 18 óra 59 perckor észlelte a Refis különítmény a nemzetközi űrállomást az égbolton. A diákok elmondták, érdekes volt megfigyelni ezt a jelenséget. Szerintem sokkal intenzívebb egy ilyen tanulás, hiszen hogyha bent ülünk a padba, akkor nem biztos, hogy mindig csak arra tudunk figyelni, amit a tanár úr mond a tanórán, viszont hogyha egy külsős programon vagyunk, akkor azt önérdekből tesszük leginkább, hiszen nem kötelező, és hogyha valaki mégis itt van, akkor tényleg érdekli. Mészáros Péter kihasználta az alkalmat, és így nem csak a nemzetközi űrállomásról esett szó, de a bolygókról és csillagokról is. Középiskolásokkal mindig fontos, hogy keressük a helyünket a világban, keressük önmagunkat, keressük a célunkat, múltunkat és jövőnket. Erre kiváló lehetőség a fizika és azon belül is a csillagászat, mert hogyha felnézünk a csillagos égboltra, akkor egy kicsit visszanézünk a múltba, mert hogy nagyon régen elindult fénysugarakat látunk, akár 800 vagy 1000 éve elindult fénysugarakat láthatunk, és egy kicsit a jövőbe is tekinthetünk, mert hát különleges technikai eszközök is röpködnek itt felettünk. A nemzetközi űrállomás átvonulása megfigyelhető a következő estéken is, különböző időpontokban. Holnap tovább melegszik az idő, de kell számítanunk egy kis esőre is. Jöjjenek a részletek az időjárásról. A Pápai MH47. Bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint csütörtökön nagyrészt fátyol felhős lesz az ég, több órás szűrt napsütésre számíthatunk. Estére megnövekszik az alacsonyabb szintű gomoly felhőzet és csapadék, ekkor várható majd eső, illetve zápor formájában, sőt kis eséllyel az ég is megdörrenhet. Kezdetben gyenge délnyugatias lesz a légmozgás, majd estére északnyugatira fordul a szél. A hőmérséklet 16 fokig emelkedik holnap, és holnap este 8-9 fokot fognak mutatni a hőmérők. Kedves nézőink, híradónkat látták szerdán itt a Pápavárosi Televízióban. A műsorkészítők nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!